Május 24-én, csütörtökön délután 4 órától lakossági fórum lesz a kalocsai polgármesteri hivatal dísztermében. A lakosok mellett helyi vállalkozók részvételére is számítanak, hiszen a tervezett célja a vállalkozások élénkítése és az iparfejlesztés. A rendezési terv módosítása a témája, egy részterületi módosítás, ami fejlesztési projektek kapcsán vált aktuálissá. Ez egy 1 milliárdos projekt, ami két projektből tevődik össze, topos projekt. Mint mondtam már, a gazdaság élénkítés a célja, az iparfejlesztés, és egy inkubátorház is létesül majd ennek keretében. A fórum időpontját követően még 8 napig Marton Tibor főépítész úr nevére címezve a 6300 Kalocsa Szent István Király út 35 szám alá küldhetik véleményüket a közzétett témával kapcsolatosan, vagy a lakossági fórumon személyesen csütörtökön szólhatnak hozzá. Úgy fog zajlani, hogy eljönnek a tervkészítők, a Báti Kft., és hogyha a partnerség keretében megtartott lakossági fórumon bárkinek kérdése, észrevétele van, fölteheti, és ott megválaszolják a helyszínen, és a dokumentum módosításra kerül. Bárki eljöhet, Kalocsa Város Önkormányzatának van egy partnerségi szabályzata, rendelete, az abban foglaltak szerint ezeket a típusú terveket véleményezni kell, tehát bárki eljöhet, aki érintettségét látja az ügyben. Az önkormányzat honlapján megtekinthető a fórum felhívása és a dokumentum anyaga a www.kalocsa.hu gazdaság oldalon, és azon belül a fejlesztések, rendezési tervek, kiemelt fejlesztési területre szóló módosítás menüpont alatt.